A megszokott ritmusban napi két edzéssel készülnek a cápák a vasárnapi találkozóra a BKG csapatával. A felkészülés jó ütemben zajlik, a mérkőzés tétje viszont hatalmas. A kék cápák jelenleg az ötödik helyen állnak, a tabellán azonos mutatóval a negyedik BKG Prima esélyvel. Ahogyan az előző mérkőzésnek is nagyon fontos szerepe lett volna az alapszakasz végének alakulása érdekében, úgy ennek a mérkőzésnek szintén hatalmas tétje van, hiszen a BKG-val azonos győzelem mutatóval állunk, vagy talán ők vannak egyen mögöttünk, de a legfontosabb az, hogy ellenük tudjunk nyerni, és igazából az a célunk, hogy az egymás eredményünk is jobb legyen. Ott sajnos 3 ponttal veszítettük el a találkozót, egy olyan találkozót, amit szerintem már megnyertünk a mi hibánkból. A BKG fölzárkózott és megfordította a mérkőzést, ami természetesen ők ezt kihasználták, és ezzel élni kellett nekik. Viszont mi szeretnénk most ezért visszavágni, és örülnék annak, hogyha ezen a mérkőzésen mi hagynánk el győztesen a parkettet. A BKG elleni összecsapásra kedden kezdték meg a specifikus felkészülést a cápák, akik a napi edzésekbe egyre több videózást is illesztenek, hogy a saját játékukat elemezzék, valamint hogy minél jobban kiismerjék az ellenfél stílusát is. Igazából tegnap óta kezdtünk el normálisabban készülni, mert a vasárnapi meccs után nekünk egyetemi, tehát még hétfőn is meccsünk volt a Miskolc ellen. Tudjuk, hogy a BKG egy nagyon gyors, igazából ilyen kellemetlen kosárlabdát játszik. Van két mezőny emberük, akik nagyon alacsonyak, de nagyon sokat vállalkoznak kintről, illetve sokat van náluk a labda. Őket próbáljuk majd limitálni. Ezeket a dolgokat már elkezdtük nézegetni védekezésben is, de kedden még igazából a mi támadásunkkal foglalkoztunk elsősorban. Az edzéseken a játékosok számos olyan szituációt gyakorolnak, amelyeket a BKG elleni támadó játékukba akarnak majd beépíteni, de emellett újfajta védekezéssel is készülnek a Sziget-Szent Miklósi csapat fogadására. Igazából másfajta védekezés kell, mint a Mavce ellen, mert a BKG másfajta taktikával támad. Ezeket próbáljuk gyakorolni, főleg a délutáni edzéseken. Délelőtti edzéseken pedig egyéni képzések vannak, nagy része dobás, de gyakoroljuk a pick-and-roll-os helyzeteket is. A 24. forduló további párosításai a következők. Budafok-Veszprém, Vasas-Miskolc, Mavc Nagykőrösi-Solymok, Budapest-Honvéd-OSL Lions, valamint PVSK-Török-Bálint.